Folynak a vizsgálatok és a felelősöket keresik a Székelyudvarhelyen történt tragédia másnapján. Egy fiatal életét veszítette, egy másik pedig még az életéért küzd, miután hétfő délután összedőlt a Tamási Áron gimnázium bentlakásának egyik fala. Mutatjuk a részleteket. Tragédia rázta meg hétfő délután az egész országot. Egy 17 éves fiú életét vesztette a Székelyudvarhelyen történt szerencsétlenségben, egy szintén 17 éves lánya a marosvásárhelyi klinikai sürgősségi kórházban küzd az életéért, két diákot pedig Székelyudvarhelyen kezelnek a sérüléseikkel. Ahogy híradónk beszámolt róla, összedőlt a Tamási Áron gimnázium bentlakásának egyik fala, maga alá temetve négy diákot. Kedreggel a helyszínről jelentkezett kollégánk. Jelenleg az eset kivizsgálása folyik az összeomlott bentlakásnál, jelen vannak a rendőrség, valamint a katasztrófavédelmi felügyelőség képviselői. Azt is megtudtuk, hogy az épületen kamerák voltak elhelyezve, ezeknek a felvételeit rövidesen ki fogják elemezni a szakemberek. A bentlakás körül csatornázási munkálatok zajlottak, az előfeltételezések szerint az épület fala mellé ásott mély gödör miatt bomlott meg az épület statikai egyensúlya, és következett be a tragédia. Ligia Deka tanügyminiszter kedden a helyszínre látogatott, bejelentette, hogy az Oktatási Minisztérium ellenőrző testülete is vizsgálatot indít, hogy kiderüljön, vannak-e olyan rendelkezések az oktatási jogszabályokban, amelyeket nem tartottak be. Ugyanakkor közölte, hogy nem ellenőrizték földrengésbiztonság szempontjából az épületet. Az épületek a gyulafehérvári római katolikus érsekséghez tartoznak, a helyi hatóságnak vannak bérbeadva. Ez azt jelenti, hogy a biztonságukért való felelősség megoszlik a tulajdonosok és azok között, akik az épületet kezelik. Akárki is a vétkes, az felelősségre lesz vonva. Ilyen esetekben mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk azért, hogy kiderítsük, ki a hibás, majd alkalmazzuk a szankciókat. Az ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból okozott testi sértés miatt nyomoznak. Szabó Ödön, az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa szerint alaposan ki kell vizsgálni az ügyet, a felelősöket meg kell büntetni. Életeket is sajnos kiolthat egy nem megfelelő infrastruktúra. Azt gondolom, hogy erre mindenkinek oda kell figyelni, és remélhetőleg a minisztérium is belátja, hogy azok a javaslatok, és az a kormányzat is belátja, hogy azok a javaslatok, amit annak idején mi a kormányban hagytunk, és a Csenein keresztül például egy sor oktatási infrastruktúra bővítés, felújítás volt, azokat meg kell finanszírozni. Sok mindenen lehet ebben az országban spórolni, de az ember élet kioltására alkalmas infrastruktúrát nem szabad hagyni, hogy álljon. Kedden reggelre behívták az ügyben érintett összes hatóság és intézmény képviselőjét a Hargita megyei prefektusi hivatalba, hogy kielemezzék, milyen munkálatok és azok milyen engedélyek nyomán zajlottak. Tehát külső munkálatokra volt engedély adva, a hidegvízrendszerre való csatlakozásra, csatorna rendszerre való csatlakozásra és az esővízrendszerre való csatlakozásra, és a rajzolt tervrészen benne van az, hogy az épület falához legközelebb csak 2 méter 20 centire kellett, tehát ott van az utolsó vezeték, tehát kicsit érthetetlen az, hogy miért az van most a helyszínen, amit látunk. Az épületet nem ürítették ki a munkálatok idejére, pedig a diák otthonban lakó tanulók már napokkal korábban jelezték, hogy a fal repedezik. László Sándor, a cég tulajdonosa, az egyik hírtelevíziónak azt állította, nem volt tudomásuk arról, hogy az épületben diákok tartózkodnak.